Na most elvileg működik a dolog. Igen, és most már látok is. Na, szuper, és akkor üdvözlök mindenkit, jó reggelt, jó estét mindenkinek. Itt vagyunk újra, ketten. Óriási nagy változások történtek itt, ugyanis se nekem is van kamerám. Láthatjátok a gyönyörű szép pofámat itt végig az estén. Szóval részrumozni fogunk, nem túl meglepő módon. Itt van velem Krisztián is, hogyha minden igaz. Halljó. Csak én, nekem még kell egy kis előkészület, addig majd Bence szórakoztat titeket. Igen. Még Krisztián még fölveszi a szoknyáját. Addig kezdünk játszani, hogy valami történjen. Legalábbis órák kérdése is elkezdünk játszani. Szuper. És akkor keresünk valami multiszervert. Na most nincsen sajnálatos módon competition, amiben részt szoktunk venni, és ami érdekesebb lehet még egy ilyen versenysorozatok. Na, de van valami. Ja, csak ez az ázsiai tészta feeling, azt hiszem, ami azt jelenti, hogy nem lehet európaiként részt venni rajta. Globalization, na jó, hát olvasson ennyit, akinek két anyja van. Jó, szerintem ezt is hanyagolom. És akkor inkább nézzük meg valami multiszervert. Az előnyösebb lehet. Már ha a játék is úgy akarja, mert jelen pillanatban nem akarja úgy. Na, most már úgy akarja. Vagy mégsem. Remek. Igen, ez... voltak itt aggályok, hogy úgyse az én gépemről megy itt a stream, ami azért nem egy erőmű, és itt beszélgettünk Krisztiánnal a kezdést megelőzően, hogy lehetnek problémák ebből, és lehet, hogy vannak is, mert mint látszik, nem túl jó reagál itt a változásokra a game. Tehát nem tudom, legrosszabb esetben mit lehet csinálni, tehát hogyha ez ennyire béna, akkor... Szerintem ez lassú lesz így, de meglátjuk. Möglássuk. Ezt nem is akartam kiválasztani. Nekem most majd lesz csütörtökön GT3 verseny, amiben ezzel az autóval, ez egy gyönyörű szép Mercedes-szel fogunk versenyezni, a North Life-én. Méghozzá másik 31 új emberrel. Az első három hely díjazott, hogyha jól emlékszem. Nem tudom már pontosan mik a nyeremények, de ilyen a harmadik egy ilyen 500 eurónyi nem pénzutalom, hanem nem is tudom, valami utalvány, vagy valami füles, vagy mondjuk az elég drága füles. Tehát hogy lényeg, hogy valami nem pénzbeli jutalom, hanem valami azzal legyen értékű dolog. És hát elég erős a mezőny, 20-ként jutottam be, 4 versenyről lehetett bejutni. Mindegyik verseny
ből az első négy automatikusan tovább jutott, és így került ki 16 fő, illetve így került be 16 fő, és a maradék 16 fő pedig úgy, hogy megnézték, hogy amúgy akik részt vettek ezen a négy versenyen, és nem értek el olyan helyzés, hogy azzal automatikusan döntőssé avanzsálhattak volna, akkor őket a ponttáblázat alapján juttatták be, és így az első 16 a ponttáblázat alapján az első 16 jutott még be itt a fináléba, ami a Nordschleifén lesz, a klasszikus vonalvezetésen, kb. 6,5 perc egy kör, kicsit több, sajátos módon nekem még egy kicsit még több, mint kéne, mert azt néztem, hogy ilyen 6 perc 32-33 körül kéne menni egy kör, az körülbelül annyi idő egy jó pilótának, és nekem most ilyen 34-35 körül van, szóval még van bőven lefaragni, csak hát nem biztos, hogy lesz annyi időm, hogy erre felkészüljek, hogy egy csütörtökön van a verseny, és jelen pillanatban nem látom azt, hogy mikor lenne nekem arra időm, hogy ezt így erre úgy rendesen felkészüljön, de hát majd meglátjuk. Hogyha nem sikerül, akkor meg hát nem tudom, akkor így jártam. Azért nem hiszem, hogy az első három hely valamelyikét így is úgy is meg lehetne fogni. Krisztián meg nem tudom, szerintem még mindig szoknyán vesz föl, mindig fölöltözik, nem tudom, a tütűjét esetleg óhagyta. Mindjárt, most már. Sajtottam. De amúgy szerintem ez így kevésbé fog működni, csak úgy így halkan megjegyzem. Mert így érzékelem, hogy nem a világ leggyorsabb számítógépe van mellettem, alattam. Úgy konkrétan. Hát befigyelj, akkor viszont próbáld ki azt, hogy belépsz egy szerverre, és megnézed, hogy egyáltalán mennyire megy a játék. Hát én most már belépek a szerverre, egy két perc a pofázok, hogy közben ne legyen teljes nagycsend. Hát de elveg annak meg semmi köze nincs hozzá. Hát akkor ráfogom a részroomra. Ez valószínűleg inkább most ott a részroom, amit betölti a program. Nem tudom, csak nem szokott ennyi ideig tartani. Tudom, bármint hogy lehet, de hogy igazából az kettő, ez két különböző dolog. Hát és azzal nem lehet probléma, hogy ugye egyszerre tölti be ugye a dolgokat, és egyszerre pedig tölti fel, ugye streamer megy kifelé, és hogy a sávszélesség nem lehet. De nézd, hogy azt mondod, hogy jó, most ezt nem tudom igazából tényleg, mert azt mondod, letöltés az jó. Azt tudom, de a feltöltés is számít, és azt most nem tudom neked milyen. Hát ez egy nagyon jó kérdés. De egyébként amíg most te most letöltenéd, tehát ugye nem, szerintem neked megint az a probléma, hogy esetleg nem lép be. De tudom, hogy én is mindjárt elindítom, belépek. Hát figyelj, nézd meg, csak az a baj, tehát nekem már a szerver szobában, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát ahol kiválasztod azt, hogy melyik szerverre lépsz fel, már ott is nagyon akadozott, pedig ott még ugye nem történik semmi elvileg. Igen, ez a processzor lesz. De mondom, meg kéne nézni, hogy tényleg mit tapasztalsz a pályán. És akkor lehet, hogy változtatunk és visszarakjuk rám a dolgokat. Vagy nálad kell gyengíteni a minőséget, és akkor talán jobb lesz. Igen, még ezt... ezen gondolkodtam én is egyébként. Hova léptél be egyébként? Szerintem mindegy. Jelen pillanatban, de valami német Nordschleife szerverre, mert igazából csak az volt lényeg, hogy fellépek. Ja, hogy gyakorlásra. Nem, csak az volt lényeg, hogy fellépek valahogy valamire, de... Azért fura nekem egyébként ez a dolog, mert... De a Nordschleife-t az alapból mindig a sokáig tölt. Ja. Nem, az a fura nekem, hogy azt írja ki, ugye itt most az OBS-en látom, hogy 4,5%-ot használ a Rossiból. Tehát annak nem kéne meg mit kannia. 4,5% nem a világ. Igen.
Mondom, még az is, hogy a szerver nem jó. Próbálj meg abból kilépni, vagy zárd be. Hát akkor a részrom újraindítás lesz. Akkor részrom újraindítás lesz, de... Van BMW. Jó. 5 perc, gyorsan. Mert most a... Igen, valószínűleg a részrom halt meg. De várjál, hogyha most kilépek a részrumból, akkor... Akkor elfeketed a kép, vagy akkor ilyen... Elfeketedik a kép, ennyi lesz, de... A kamerád az úgy téged látnak, elsötétik minden más, aztán semmi lesz. Probléma. Igen, ez úgy tűnik, mint ami meghalt. De figyelj, hogy rámész Twitch-re... Zárd be! Próbálom. Nem, azt hiszed, hogy ez egyszerű dolog. Alt F4, vagy altabb, és akkor úgy zárod be, nem olyan nehéz. Igen, igen, megtörtént. De egyébként, hogyha most ránézel a Steamre, a streamre, akkor te mit látsz? Azt mondd már nekem, Léci. Ez egy homokor, most már feketességet látok a háttérbe. Na, igen. Meg a te kamera képedet. Jó, akkor legalább valami szépet is látsz. Na jó van. Igen, és akkor most újraindítom. De neked működik a játék? Hát, most akkor belépek a... Tehát bármi ami ezzel kapcsolatos, az működik? A BMW szerverre. Igen, én benn vagyok. Nekem is elindul a részről, most kíváncsi leszek, hogy most mi történik. Figyelj, eddig egész gyors. De ez még semmi. És akkor most hova léptél fel? Ja, BMW cent volt, ugye? Így van, ahol csillagot látsz. Egy feltörekvő csillagot. Jó. De most sokkal gyorsabb, mint az előbb, tehát az előbb valami szörnyű volt, de lehet, most elindult egyébként, tehát most a stream, hogyha rámész, akkor mit mutat? Mondjuk én is meg tudom nézni. De mit nézek a streamen? Mindjárt megnézem, jó? De elvileg az látszik, a részrum látszik. Tehát elvileg működik. Igen, töltődik. Olyvá tűnik, mint ami működik. Remek. Most lehet, hogy 6 óráig tölt. De én már látlak téged. Mármint a szerveren? Na, most már én is. A szerveren. Na. Eddig... Akkor állíts valamit, aztán akkor menjünk ki. Jó, hát nézzük meg, hogy néz ki. Igen. Figyelj, inkább most nézed a streamet egy kicsit, Léci. Csak hogy működik-e, igen, meg hogy működik. Úgy is ismered a pályát is, meg az autót is. Jó, nézem a streamet, látszik, kattogtatsz, igen. Nagyon szépen kattogtatsz, nagyon ügyesen. Egyébként mindig van egy kis késletetés, most néz ki a garázsból. De ez egész folyamatos, tehát hogy innen nem látszik, hogy ugrálna, szakadozna vagy valami. Azt látszik, hogy gyerekmódba vezeted, mármint hogy így a motorháztetőről. Mert igazából a fék bennülnek a autóban, nem rajta ülnek a kocsin. Igen, nem tudom, az eredményeket mutatnak. Majd most meglátjuk az eredményeket. De már be vagy tojva, mi? Remegő. Na, tovább nem nézlek. Nagyon szép vagy.
és akkor megyünk ki. Ja, maradt 39 másodperc. Egyébként kikapcsoltam, tudod a... Reaction Control-t? Ügyes. Nem, az a segédprogram, tudod, ami gumiőmérsékletet mutat meg, meg ilyen dolgokat, csak nem tudom, milyen neve. Hopper Hood. Na, azt én most kikapcsoltam, tehát mellett be volt kapcsolva, és az is megnyitant az előtt. Előtt a terész, hogy nem kikapcsoltam direkt, és lehet, hogy most ezért közvegyük fel. Egyébként az is eszi a procit, de ugye nem voltál még benne, mondom a Norsett, az nem ezért nem töltődött be. Lehet, lehetséges. Ú, micsoda BMW logó van. Igen, is nekem feltűnt, hogy van, mintha változott volna valamit. Akkor ez a kedvenc autód, igaz? Nem, ez a te kedvenced, de mondom, jó legyen a te hazai pályád. Ja, igen. Persze. Természetesen. Egyébként az Otter Hood az tényleg eszi a processzor, csak kérdés mennyire. Úgyhogy lehet, hogy az is segít, de... A koncentrálja a vezetésre, légy szíves. Mert tudjak majd valamire kifogást mondani? Jó. Na hajrá! Hajrá! Jó, ugye nem nincsen kőkező rosszás lehetős. Úgy érzem, lila szektor lesz az első így nekem. Nekem annyira nem. Hát ezért mondom. Nagyon ugye elhívj egy kicsit. Jajajajaj. Aki nézve kezdődít és a lila szektor a legjobbat jelenti a mezőnybe. És Bence is a mezőnyben van, ez azt jelenti, hogy... Nem tudom. De elrontottam a másodikat. Hopp. Már nem lett lila szektorom. Fékerőt akarok elvigyogni, aztán rájövök, hogy nem megyek. Van valaki nagyon gyorsan itt. Ja, az EU-share van itt, a holland srác, a top 10 kb. Na jó, hát akkor így. Mert az is van még a kis csavar az egész helyzetben, hogy itt lehet állítani a setupot. Úgyhogy ő lehet, hogy ő tud valamit. Nem szabályos. Én levettem két klikkel a hátsó guminyomás, és egyel felvettem az elsőt, ennyit változtattam. Igen. Ó, Bence, 6000-et, de le vagy maradva? Ezt a szégyent. Az egy bal első gumi. Bal első gumi, az nem tudom mit képzel magáról, de borzalmasan fel van fúrósítva. Szégyellős, úgyhogy bepirul mindig.
két tizeddel nem maradtam. Már nem fogok elérni. Nem fogok tudni beérni téged. És nem fogok itt körbeérni már én sem még egyszer. Nem, ezért próbálkozok egyet, hogy minél inkább szokjam a pályát. Én is. Lesz javítás. Hát én itt tudok egy 4/10-del jobbat menni. Kb. Ott van a rekordom, mint ahogy mint most az az EU-ser ment. Na, most már fogy ki a benzin. Én sem javítottam volna, hát lehet, hogy javítottam volna, de nem viszont megelőztem volna. 49.3.15, nekem egy 49.3.56 a legjobban. Na nézzük, ez hány körös? Utolsó szektor az jó. Középen az elsőbe kapok ki. Csak pont nem látszik, de második meg a harmadik alapján ott kell lenni a különbségnek. 10 körre kell tankolni. Ebbe biztos vagy? Igen, mert 9 kör lesz, 8,2, úgyhogy 9 kör lesz. Jó, tehát akkor 18 liter, igaz? Hát nekem azt hiszem 17 szokott lenni. 17 elég nekem. Már mindegy. De mégis lehet állítani a brake bias-t, akkor ezt most nem értem. Itt lehet, viszont ha már beállítottad a játékban, nem. Azt hiszem ilyen a BMW. Igen, hülyeséget. És mennyi jó szerinted? Hát én 56-44-en megyek. Jó, akkor én is annyi megyek, nem variálok. Na hajrá! Hajrá! Be is írja, hogy küldták, jaj, de kis arany. Szia Csitambó, igen, Zandvoort. De ez még a régi, úgyhogy... amit a 2019-es layout. Van... mondjad már. Nincs semmi az Isten, úgyhogy... csak magadra vagy hagyatkozva. Meg a reflexre. Be ne gyere ide! Nem, már leszorít, azt nézz ide. Hát ezt nem hiszem el. Ó, az iskoláját neki. Ajjaj. Azt hittem bedobja ide mellém. Jó, le kell állnom ezt a prettót, mert ez kicsit veszélyes így, hogyha ez így a belsőre be próbál dobni.
Ne hagyd ellógni. Látom. Az utolsó ívet annyira nem érzem. Meg egy öttel vagyok lemaradva. Utolsó fenyelt jobban érzés, nem tudok annyira közel kerülni. 5 tized van köztetek, ne engedd, hogy kimenjél a szélárnyékból. A szélárnyékba. Igen, az ilyen. Az itt egy ilyen, úgyhogy azért mondom, hogy